A Kulturális Minisztérium kitiltaná a mobiltelefonokat az iskolákból. Erről Csák János kulturális és innovációs miniszter beszélt. Az Adomdiák mozgalom szerint az intézkedés helyett sokkal inkább az oktatás modernizálására lenne szükség. Hogy mennyire fontos ez a problémakör, azt jól mutatja, hogy a következő tudósításban megszólal egy pszichológus, akinek éppen ez a szakterülete, és önmagát már digitális pszichológusként, azaz röviden digi pszichológusként határozza meg. Közösségi oldalak, videó megosztó portálok, üzenetküldő alkalmazások. Hosszan lehetne sorolni, mivel töltik mobilozás közben az idejüket a diákok, sok esetben tanórákon is. Ezen változtatna a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Csák János innovációért felelős miniszter ugyanis az Országgyűlés Népjóléti Bizottsága előtti éves meghallgatásán arról beszélt, hogy jelenleg a mobiltelefonok iskolán belüli használatának korlátozásán dolgoznak. A digipszichológus szerint egy ilyen lépés hatékonysága leginkább a kivitelezéstől függ. Hogyha megragadják ezt a lehetőséget, mint egy kicsit detoxot, hogy akkor ezzel egy időben fokozzák a digitális tudatosságot, új kereteket alakítsanak ki, jobban beszélgessenek róla, stb. Mint iskola szinten, mint otthon, akkor egy remek dolog lehet. Önmagában meglátjuk. Az Adomdiák mozgalom alelnöke elismerte, sok olyan diák van, aki nem rendeltetésszerűen használja a készülékét, azonban Bozay Ákos szerint a telefonok kitiltása helyett sokkal inkább az oktatás modernizálását kellene a minisztériumnak szem előtt tartania. Ahelyett, hogy korlátoznánk vagy eltiltanánk a fiatalokat a telefontól, inkább meg kéne tanítani őket felelősen használni ezeket az okos eszközöket, hogy tényleg segítséget nyújthasson nekik a tanulás folyamán, a tanórákon, vagy akár otthon, például a házi feladat megírásakor, vagy egy dolgozatra való felkészüléskor. A mobiltelefonok használatát Finnországban már korlátozzák, Hollandiában pedig véglegesen megtiltották az iskolákban. A Híradónak nyilatkozó szociológus szerint a felvetéssel Magyarország valószínűleg ezügyben a világtrendet követi. Szép példája lenne mondjuk egy magyar innovatív szabályozásnak, hogyha nem a minisztérium döntene úgy, hogy ő ezt is mindig jobban tudja rögtön, hanem mondjuk elkezdene a tanárokkal, a szülői munkaközösséggel, esetleg hallgatói közösségekkel beszélgetést kezdeményezni. A szociológus szerint példamutató lenne, ha az iskolák maguk dönthetnének ebben a kérdésben. A Belügyminisztérium időközben az ATV érdeklődésére válaszában azt írta, hogy a mobiltelefonok osztálytermi használatának kérdésköre nincs központilag szabályozva. Azt a Belügyminisztérium nem is tervezi, köznevelési intézményeik saját házi rendjükben dönthetnek a digitális mobileszközök tanórai és tanórán kívüli használatáról.